Körülbelül 50 ezer elektromos roller tulajdonost érint a július 16-án bevezetett jogszabály, miszerint közlekedési eszközeikre felelősségbiztosítást kell kötniük. Aki ezt elmulasztja, az egy rendőri intézkedés során akár bírságra is számíthat. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a kötelező felelősségbiztosítás nem a saját magunknak okozott kára vonatkozik, hanem hogyha esetleg e-rollerrel balesetet okozunk, és mások ebben megsérülnek, illetve más járművek is anyagi kárt szenvednek, akkor ezekben az esetekben a kötelező felelősségbiztosítás fizeti ki az e-rolleres által okozott kárt. Éppen a jogszabály bevezetésének napján történt egy súlyos elektromos rolleres baleset Dombóváron egy kereszteződésben. Amikor is egy 21 éves döbrökközi fiatalember és egy 15 éves szintén döbrökközi fiatalember közlekedett szabálytalanul az e-rollerrel, hiszen e-rolleren utast szállítani nem szabad, és egy kereszteződésben a stop tábla jelzése ellenére kihajtottak a védett útra, ahol éppen szerencsétlen módon egy busz, egy menetrend szerinti busz közlekedett. Az e-rolleres már nem tudta megállítani a járművét, és neki csapódott a szélvédőnek, mégpedig az első ajtó melletti szélvédőnek, amely kitörött. Az utas 15 éves fiatalember életveszélyes sérüléseket szenvedett, a roller sofőrje könnyebben megúszta. Természetesen ennek az esetnek a következménye az, hogy az ügy kapcsán a dombóvári rendőrkapitányságon büntető eljárást indítottak, és a 21 éves fiatalembernek közötti baleset gondatlan okozása miatt kell majd felelnie. Nagyon bízunk abban, hogy a fiatal 15 éves fiú felépül a baleset következményeiből. A rollereken a bukós isak használata nem kötelező, azonban nagy mértékben ajánlott. Körülbelül egy éve van meg, tavaly június óta, igazából csak így a városban nagyjából, de néha kimegyek a Dunára, meg akár 50 km-t is el tudok felmenni, tehát Paksig, meg mit tudom én. De általában inkább a városban busz helyett, meg nem kell autóba ülni. Hát lényegében azért praktikusnak tartom, mert a városon belül jár az ember dolgozni, akkor ugye megsporolja lényegében a benzinköltséget. Hát ennyit tudok elmondani róluk. Ugye ezt több kollégámnál is látom, hogy használják azért ezeket. Az elektromos rollerek jelenleg nem minősülnek közúti közlekedési eszköznek. Ez azt jelenti, hogy aki így közlekedik, azt a jogszabály szerint alapvetően gyalogosnak kell tekinteni. A mostani felelősségbiztosítás bevezetése talán arra mutathat, hogy a jövőben ezeket az eszközöket is valamilyen közúti közlekedési kategóriába fogják sorolni.